legutóbb ennek az előadásnak az első részében arról beszéltünk, hogy a bibliai és a rabbinikus forrásokban milyen kép rajzolódik ki a kiválasztottság gondolatáról, és ennek kapcsán megint azt tudom mondani, amit nagyon sok egyéb dolog kapcsán és egyéb eszme kapcsán a zsidó hagyományban, hogy két oka lehet, hogyha valaki olyan típusú kijelentést tesz, hogy a zsidó hagyomány ezt vagy azt mondja, az egyik oka ennek a tájékozatlanság lehet, hogy keveset olvasott a zsidó hagyomány, és azt hiszi, hogy amit olvasott, az a zsidó hagyomány álláspontja. A másik az a tudatos ferdítés lehet, hogy valami ideológiának a szolgálatában áll, és ezért tudatosan elhallgatja azt, hogy a zsidó hagyománynak nagyon-nagyon kevés olyan közmegegyezésnek örvendő tétele van, amit mindenki elfogad, hirtelen egyet se tudnék mondani. Ennek a témához kapcsolódóan láthattunk, az az volt, hogy van két alapvetően különböző, egymással alig vagy egyáltalán nem összeegyeztethető értelmezése a kiválasztott népnek. Tehát azt látjuk, hogy például ez egy olyan, ami konszenzus van erről, a kiválasztottság, mint eszme része a zsidó hagyomány gondolkodásának, de a kiválasztottság jelentése körül egyáltalán nincsen egyetértés. Ez az utolsó forrás, amit néztünk, ez egy rabbinikus forrás volt, ahol a rabbi Júdá értelmezi azt a szöveget, hogy az örökkévaló a ti istenetek fiai vagytok, ami azt implikálja, hogy a nép és az Isten közötti kapcsolat az egy annyira intim, annyira bensőséges, annyira természetes, megváltoztathatatlan kapcsolat, mint az apa-gyermek kapcsolat, vagy szülő-gyermek kapcsolat. Tehát ez valami, ami a vérben van, valami olyan, ami ha egyszer létrejött, akkor ez már létezik. A rabbi Júdá úgy tűnik, hogy ezzel, amit implikálna a szövegnek a kézenfekvő, az első olvasatra magától értetődő jelentése, nem ért egyet. Ezért azt mondja, ha fiakként viselkedtek, akkor fiak vagytok. De ha nem úgy viselkedtek, akkor nem vagytok fiak. Ugye úgy tűnik, mintha a bibliai vers egy megváltoztathatatlan kapcsolatot feltételezne, de a rabbi Júdá azt mondja, nem, ez valójában ez nem egy feltétlen, hanem egy feltételes viszony, amiről beszél. Rögtön jön a rabbi Meir, ez a rabbinikus források jellemzője, nem próbálják többnyire harmonizálni az álláspontokat, vagy csak egy későbbi fázisban próbálják harmonizálni, és a rabbi Meir pontosan ellenkező véleménye van, azt mondja, mindenképpen fiak vagytok. És tényleg ez a két megközelítés az, amiről beszéltünk, hogy jelen van a Bibliában, jelen van a rabbinikus kultúrában, és most pedig azt fogok bemutatni, hogy ez egy olyan dihotómiája ennek a fogalomnak, ami tovább élt a középkorban, és tovább él napjainkban is. Ugyanez a vita folyik, hogy vajon a kiválasztottság az valami eszencializmus feltételez, tehát az, hogy van egy olyan zsidó lényeg, ami a zsidó természetében benne van, vagy pedig ez egy kulturális megközelítés, ez nem egy tény, hanem ez egy feladat, aminek meg kell felelni, tehát ez egy kulturális konstrukció, ha úgy tetszik, ez valami, ami nagyon fontos része a képzelt valóságunknak, de nem része a biológiai valóságnak, ez nem egy objektív dolog, hanem ez egy dolog, ez egy célkitűzés, amihez próbálunk alkalmazkodni. Ez nagyon nagy különbség, tehát amikor azt kérdezik, hogy és mit tanít a zsidó hagyomány a kiválasztottságról, akkor azok is tévednek, akik azt mondják, hogy ó, ez csak azt jelenti, hogy nekünk több feladatunk van, és azok is tévednek, hazudnak, akik azt mondják, hogy a zsidó hagyomány azt mondja, hogy ez valami biológiai, a zsidó fajhoz tartozó tulajdonság. Tehát ugye mind a kettő részben igaz, de csak akkor lehet ilyen kijelentést tenni, ha rögtön az ember hozzáteszi, hogy a zsidó hagyománynak legalább a fele nem ért vele egyet. Jó? Tehát bármelyiket válasszuk, sokan lesznek, akik alappal nem értenek egyet. A késő ókorból átevezünk a középkorba, és az első, akivel foglalkozni fogunk, az a rabbi Júdá Halévi,
aki a spanyol úgynevezett aranykorban, amiről azért nem olyan világos, hogy mennyire volt az aranykor, az úgynevezett aranykorban élt, 1075 körül született Toledóban, ami akkoriban muzulmán uralom alatt volt, és Toledo az fizikailag nagyon fenyegető tudott időnként lenni a zsidók számára, de egy szellemileg mindenképpen borzasztó élénk helyszín volt. Megírta élete filozófiai főművét valamikor 1130 és 40 között, amelynek nagyon sokat mondó az alcíme. Az alcíme az azt mondja, hogy úgy szól, hogy cáfolatok és bizonyítékok könyve a megvetett vallás védelmében. Tehát ez egyértelműen egy polémikus mű, egy hitvitázó mű, egy apológia, ugye ezt nevezzük apológiának, amikor valaminek a védelmében írok egy könyvet. Tehát ő azért írja ezt a könyvet, hogy a sokat támadott zsidó vallást védje. Ezt végig fejben kell tartani. Ő a Reconquista idején él, az első keresztes háború korában él, amikor a vallások közötti igen agresszív vita, akkor nem vallás közi párbeszéd van, hanem hitvita van, ami időnként élethalálra megy. Tehát ebben a korszakban ír, és ebben a korszakban olyan szempontból egy nagyon realista történetet mesél el. Történelmi szempontból ez nem realista, de ilyen néplélektani szempontból nagyon realista. Arról szól ez a történet, hogy a Kazár király álmában megjelenik egy angyal, és tudatja vele azt, hogy Isten elégedett a szándékaival, de elégedetlen a cselekedeteivel. Ez már önmagában egy fontos filozófiai tétel. Mi ez a fontos filozófiai tétel, amivel kezdődik a könyv? Ez a sarköve az egész könyvnek. A szándék és cselekedet különbsége? Nem csak a különbsége, hanem ami egy máig tartó, az etika területén ez egy máig tartó vita, hogy a szándék nem elég. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a jó szándék elegendő, hanem az a feltételezése Rabbi Judá Halevinek, az a kiinduló hipotézise, hogy egyformán fontos, lehet, hogy nem súlyában egyformán, de hogy mindenképpen mind a kettő fontos, szándék és a cselekedet is. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a cselekedettől függetlenül valami önmagában jó. Ezt egyébként én őszintén nem értem azt az iskolát, amelyik azt mondja, hogy a szándék önmagában elegendő. Hiszen a nácik a legjobb szándékkal írtották ki a zsidókat, őszintén hittek abban, hogy az emberi faj fejlődését szolgálják, és ez egy evolúció szükséglet. A különböző fundamentalista szervezetek, amikor robbantanak, akkor őszintén hisznek abban, hogy jobb helyé teszik a világot, és a Isten kedvére, tehát itt Isten kedvére akarnak tenni. A kommunisták a legjobb szándékkal írtották ki emberek millióit, tehát hogy önmagában a szándék az nagyobb problémás, hogy tudná jóvá tenni a cselekedet. Hát a Rabbi Judá Halevi sem hiszi azt, hogy a szándék önmagában elég. És az álom hatására a Kazár király először a saját pogány vallásában igyekszik jobban, de mivel az álom visszatér, ezért meghívja magához a kor fontos szellemi irányzatainak a képviselőjét. Ez amikor valaki elkezd keresni, napjaiban elkezd keresni, akkor elkezdi a TED-en nézni a rövid előadásokat. Ezt nem teheti a Kazár király, mert még nincs internet, tehát meghívja magához egy konferenciára a három jelentős szellemi irányzatát a korabeli Európának, keresztény, pap, muzulmán, imám, vallási tudós és egy filozófus, akik ekkor nem vallástól függetlenül, de mégiscsak valamilyen szinten vallástól függetlenül önálló szektaként léteznek tulajdonképpen, és akik hiányzik a meghívottak közül, ettől realista a könyv, azok a zsidók. Ugyanis a zsidók történelmi helyzetükből kifolyólag kis üldözött nép, a magától értetődő, a Kazár király számára, hogy akik ilyen történelmi helyzetben vannak, tehát ennyire kicsi
a körük, ennyire kicsi a hatásuk, ennyire elnyomottak mindenhol, azokat nem is érdemes megkérdezni, hogy mit gondolnak a világról, hiszen önmagáért beszél a történelem, hogy nem lehet igazuk. És ezért aztán nem is, hívja meg őket, csak akkor, amikor végighallgatta a három jelentős szellemirányzatot, és mind a hárommal nagyon elégedetlen volt a válaszaikkal, és mivel a muzulmán és a keresztény megemlítette a zsidóságot, mint a forrása az ő vallásuknak, ezért azt mondja, na jó, akkor adok nekik egy esélyt, és meghív egy zsidó bölcset, meghív egy rabbit, és az egész könyv az tulajdonképpen az ő kettőjüknek a platóni párbeszédek mintájára megírt diskurzusa. Nagyon gyorsan meggyőződik arról, hogy a zsidónak igaza van, betér, felveszi a zsidó vallást, ennek úgy tűnik, hogy tényleg volt a kazárok között, vagy a kazár arisztokráciának egy rétege, akik felvették valószínűleg tisztán politikai megfontolásokból, nem tudjuk pontosan, felvették a zsidó vallást. A kazárok az egy közép-ázsiai nép. Ebből a szempontból lényegtelen, hogy kikük van egy ilyen közép-ázsiai nép, akik valószínűleg két nagy birodalom között, az tűnt nekik a legjobb megoldásnak, hogy a függetlenségük megérzése érdekében érdemes a zsidó vallást felvenni. Csomó vita van a történészek között, hogy milyen lényegtelen a mi szempontunkból, mert ő csak ezt az ismert legendát használja irodalmi eszközként, mert ez egy kitűnő telep arra, hogy kifejtse a véleményét. És ahogy ők ketten beszélgetnek, viszonylag gyorsan előáll azzal, hogy a rabbi Judá Lévi, hogy mi is a különbség a zsidók és a nem zsidók között, hogy is működik ez a bizonyos kiválasztottság dolog. Esetleg Éva, olvasol, és akkor... Ez volt az örökségük az első embertől. Eleinte minden családból egy emberre vonatkozott az isteni képesség, Inyán Hálóki, és a testvérek közül mindig csak egy valaki részesült ebben a fényben. Még jöttek Jákob fiai, és ők valamennyien kiválasztottak voltak, és az emberiség többi részétől isteni tulajdonságaik révén különböztek, és mint egy új, az angyalokhoz hasonló emberi fajjá váltak. Valamennyien profétává akartak lenni, és sokuknak sikerült is. Itt egy pillanatra megállunk. Világos, hogy mutatja be az emberiség történetét? Azt mondja, hogy Isten megteremti Ádámot, aki körülbelül a tökéletes ember. Ádám rendelkezik egy olyan tulajdonsággal, amit ez az isteni képesség, ez a, amiről nem olyan régen az evolúció kapcsán beszéltünk. Hogy ez a fajta mítosz, ez a fajta remény máig él az emberiségben, hogy azért mégiscsak van valami különbség közöttünk és az élővilág többi tagja között. Valami lényegi különbség. Ez nem csak mennyiségi különbség, hanem minőségi különbség is. Erre szokták a lelket, a léleknek a tételét használni, csak az embernek van lelke. Beszéltünk erről, hogy ez miért egy nagyon problémás tétel a 21. században, itt ugyanez a lélek jelenik meg, tehát Istentől kapott egy olyan ajándékot Ádám, aki a gyermekei közül csak egynek tudja továbbadni, és mindig minden generációban csak egy ember rendelkezik ezzel, úgy tűnik ennek az öröklése. Noha ez egy spirituális tényező, tehát az isteni szikra, mondjuk így, de biológiailag öröklődik. Tehát egy érdekes kapcsolat ugye a spiritualizmus és a biologizmus között. Nem azt mondja, hogy nagyobb az agytérfogata, erősebb a csontozata, tehát nem egy fizikai felsőbbrendűségről van szó, hanem hogy valami, ami a spiritnek, tehát a léleknek a része, az alapvetően más az emberiség egy kiválasztott tagja és az összes többiek között, egészen addig, amíg el nem jutunk Jákob fiaihoz, amíg ők valamennyien ugye kiválasztottá válnak, tehát valamennyiükben megvan ez a tulajdonság, ez a zgulászó, talán bele is írtam a lapokba, vagy nem?
ez a zgulás szó, ami vissza fog térni, és az emberiség többi részétől kívánnak. Tehát ez olyan, ami megvan Ádámtól kezdve, de ez mindig egy egyéni tulajdonság, és akkor válik közösségi tulajdonsággá, amikor Jákobnál járunk. Ábrahám képtelen átadni, csak a fiai közül egyetlen egynek, ugye Ábrahámnak van egy, nem csak a Ismael, hanem van még egy a nevének, jelentésének megfelelően sok népek apja, ennek megfelelően sok-sok gyermeke van, csak Izsáknak tudja átadni, Izsák a gyermekei közül csak Jákobnak tudja átadni, Ézsaunak nem, viszont Jákob minden egyes gyermekének át tudja adni ezt a tulajdonságot, ami tulajdonképpen az arra való spirituális képesség, hogy az ember a kinyilatkoztatást be tudja fogadni. Tehát nem fizikai, nem intellektuális, Rabbi Judá Lévi szerint nem az esze, nem a bölcsessége teszi a zsidókat különbözővé, hanem azt feltételez, hogy van valami a zsidó lélekben, valami olyan spirituális tulajdonság, amit ő ingyen Elohinak nevez, ami előtte csak egy-egy nemzedékben, vagy egy-egy emberben volt meg egy-egy nemzedékben, de hirtelen kiterjed és biológiailag kezd tovább terjedni. Kérlek, folytasd az olvasást. Attól az órától kezdett kiterjedni az isteni képesség, amely ezidáig csak a kiválasztottak osztály része volt, egy egész közösségre. Az istenség gondját viselte Jákob fiainak Egyiptomban, mint ahogy az ember gondoz egy fát, amelynek a gyökere jó, addig, amíg meg nem hozza az első gyümölcsét. Tehát, ugye ez egy... hogyan tudnánk ezt jellemezni? Mi ez a tulajdonság? Mit tudnánk róla mondani egy első megközelítésben? Ennek alapján? Aha, igen. Segítek egy kicsit. Ez a profétává válás, tehát hogy képes profétává válás képessége. Tehát szótér, párbeszédbe képes. Csak hogy ez világos legyen, hogy ez mennyire radikális álláspont. Ez a létező hierarchiája, azaz az ontológiai létra, amit mindenki elfogad gyakorlatilag a középkorban, vagy szinte mindenki. Legalább vannak az ásványok, ezt követik a picit magasabb rendű, de még mindig alacsonyabb rendű létezők, növények, állatok, emberek, az emberek fölött helyezkednek el, az angyalok és az Isten. Mi a rabbi? Ebben semmi újítás nincsen, Rabbi Judá Lévi-ben teljesen egyetért a kor, saját korának a tudományos nézetével. Amit viszont ő újításként bevezet, az az, hogy itt megjelenik ezen az ontológiai létrán, ember plusz ez az Inyan Elohi, egyenlő a zsidó, pontosan. Tehát a Rabbi Judá Lévi között ez egy ilyen köztes állapot, ami nem a nem zsidót nyomja le az állat szintjére, de ő úgy gondolja, hogy ez egy A biológiailag determinált, tehát hogy ebbe bele kell születni, B ez egy spirituális képesség, ami mégiscsak a biológián keresztül továbbadható. Itt jelezném mindazoknak, akik az illúziót ápolgatják magukban a zsidósággal kapcsolatban, hogy a zsidóságtól idegen a faji alapú gondolkodás, a zsidó hagyományban teljesen hiányzik az, hogy valaki úgy magyarázza a kiválasztottságot, hogy ez igenis egy magasabb rendűséget jelent, azoknak felhívnám a szíves figyelmét, hogy érdemes. Tehát, hogyha egy Rabbi Judá Lévi nem tartozik hozzá a zsidó hagyományhoz, akkor senki nem tartozik hozzá a zsidó hagyományhoz. Jó? Tehát ez nem egy fringe forrást hoztam, hanem egy abszolút mainstream forrást hoztam. Mindjárt hozom természetesen ennek a mainstream forrásnak a szöges ellentétét egy ugyanilyen mainstream forrással, a Maimonidészt, aki semmivel nem ért egyet. Ő
valószínűleg nem ismerte a Rabbi Judá Halevinek a művét, de az idézetek, amiket hozom, abból majd látni fogjátok, hogy olyan, mintha tudatosan vitatkozna vele, és pedig valójában minden valószínűség szerint nem ezt tette, de tökéletesen más a kiválasztott koncepciója, és nekünk meg ezzel kell együtt élni. Az ember a saját hagyományán belül sem azonosul mindennel. Akik a Rabbi Judá Halevivel rokon szenveznek, azoknak nehéz a Maimonidészi szövegekkel, azok, akik, mint én, a Maimonidészsel rokon szenveznek, azoknak meg pokoli nehéz a Rabbi Judá Halevinek a szövegeivel. De egy valamit biztos nem lehet a másikról mondani, hogy a zsidó hagyományon belül nincs létjogosultsága ennek, mármint a másik álláspontnak. Lehet azt mondani, hogy 100%-ig nem értek vele egyet, lehet azt mondani, hogy bűnös és visszataszító, de nem lehet azt mondani, hogy nem legitim része a zsidó hagyománynak, mert a zsidó hagyománynak az a legitim része, amit mértékadó forrásokban talál az ember, és természetesen arról lehet nagyon sokat vitatkozni, mi számít mértékadó forrásnak, de minimális zsidó történelmi, filozófiai ismerettel arról nem lehet vitatkozni, hogy ez a két szereplő, a Rabbi Judá Halevi és a Maimonides, mind a ketten a zsidó filozófiai hagyomány mainstreamjéhez tartoznak, tehát ők fősodorbeli gondolkodók, és nem marginális elemek a zsidó gondolkodásban. Nézzük a következő forrást. Aha. Igen, csak csodálatos dolog ez, hiszen a fiai fogságban voltak Egyiptomban, és valamiért vigyáztak a kapcsolatukra a 12 törzsel. Senki sem hagyta el őket, és senki sem menekült más országba, és nem jött közéjük idegen, és mindannyian arra vártak, hogy az Istenség nekik adja a teljük örökségét, hogy letelepedjenek ott Izraeltől. Aha, igen. Tehát akkor itt ugye azt látjuk, ebben a szövegben, azt látjuk, hogy milyen ez a történelem szemlélet, amit a Rabbi Judá Halevinél látunk. Milyen volt az egyiptomi fogság 210 vagy 400 éve? Hogy nézett ki? Mi történt ott a zsidókkal? Hogy jellemeznénk ezt? El voltak szigetelve. Pontosan, tehát egy választott gettóban éltek, nincsenek kulturális kölcsönhatások, nincsen mozgás az egyik csoportból a másikba, hanem külön élnek Egyiptomban úgy, hogy senki sem menekült más országba, senki sem jött közéjük. Ez az, amit ugye úgy jellemeznék, hogy ez a történelemírás, ez a mítikus történelemírás, tehát ez a realisztikus történelemírásnak a tökéletes ellentéte. Mindaz, amit tudunk történelemtudományból, az azt támasztja alá, hogy normál esetben ilyen csoda nélkül ilyen nem fordulhat elő, hogy valaki 400 évig benne él egy másik kultúrában, napi kapcsolatban áll annak a tagjaival, képviselőivel, és egyáltalán nem keveredik velük, nincsenek kölcsönhatások. Mégis a Rabbi Judá Halevi így írja le, ami tökéletesen beleillik abba a világképbe, amit ő mond, ugye, hogy ez mindig egy magányos dolog volt. Ábrahám vagy Jákob előtti időszakban magányos volt az egész emberiségben, csak egy ember rendelkezett ezzel a tulajdonsággal. Jákob után ez már egy közösségi tulajdonság, de hát alapvetően a szétválik a víz és az olaj egymástól. Jó? Tehát ez a történelem szemléletében is, a Rabbi Judá Halevinek megjelenik ugyanez közös, tehát következetesen megjelenik. Nézzük meg a következő forrás, mit mond akkor vajon, hogy ez a nagy kérdés, akkor ezek szerint mindenki tökéletes volt a korabeli zsidók között? Ezt azért mégsem mondja a Rabbi Judá Halevi. Térhetem még valakitől, hogy ilyenkor jutok levegőhez, amikor kiolvastok. Persze, köszönöm. Ja, ott is látom. Ott is látod, de... Már voltak köztük bűnösök, az Isten gyűlölői, ebből is kétségtelenül kiválasztottak, szkulák voltak, mire gyökerüket és természetüket tekintve valamennyien kiválasztottak, kiváló szkulák voltak, akiknek képességében állt, kiválasztott, kiváló gyermekeket nemzenek. Okay. Itt ugye kulszavunk ez a szkulá, amit az előbb is mondtam, hogy előfordul. Egyaránt lett kiválasztottnak a kontextustól függően, vagy pedig kiválónak fordítani.
Ez az, ami szintén szerepelt a bibliai forrásoknál, és ott mondtam, hogy a bibliai nyelvben valószínűleg egész egyszerűen vazallust jelent. Tehát amikor Amzguláról van szó, akkor egy olyan a hierarchiában, az uralkodóhoz képest alacsonyabban elhelyezkedő vazallus népről, vazallus csoportról van szó, akik elismerik, hogy a király fölöttük áll, de vele szerződéses viszonyban vannak, tehát el is vághatnak tőle valamit, és nem csak adni kötelesek. Nem pusztán szolgák, hanem egy szerződéses viszony szabályozza az életüket. Ez a bibliai szó, itt egész más értelemben, tehát miért ne? Tehát természetes eltelt közben több mint 2000 év, tehát változott ennek a szónak a jelentése, ahogy a Rabbi Judah Halevi használja. Rabbi Judah Halevinél ez valami belső tulajdonságot jelent, kiválóságot, tehát ez az innyán helyoginak tulajdonképpen a körülbelül a párhuzamos fogalma. Mit látunk? Tehát készséggel elismeri. Azt mondja, persze, hogy van olyan, aki rossz közülük, de még a rosszakban is ott van a jónak a lehetősége. Mezőgazdasági metaforával, akkor is nemes fajból származik, állatról mondva, tehát az élőlény, akkor is egy nemesített, akkor is fajta tiszta, hogyha kezelhetetlen vadállatként viselkedik. Akkor is van benne valami, megvan az, ami visszakapcsolja őt az eredeti, tiszta eredetéhez. Tehát, és ez csak azért nehogy úgy tűnjön, mintha itt el akarnám ismásolni ennek a jelentését. Ez azt jelenti, hogy még ha akar, akkor sem tud annyira rossz lenni, amennyire rossz akarna lenni. Teljesen rosszá nem tud válni, van benne valami spirituális, ami erre alkalmatlanná teszi. Megint egy adalék azoknak, akik szeretnék azt hinni, hogy nincsen übermencsen mérete egyáltalán a zsidó hagyományban. Nézzük tovább. Következő forrás. Izrael fiai nélkül a Tóra sem érkezhetett volna a világon. Sőt, Izrael fiainak hadsága nem Mózesnek követő, hanem ellenkezőleg Mózes hadsága származott az ő elejüktől. Mert előbb vonatkozott az isteni szeret... Szeretet, igen. Előbb vonatkozott az isteni szeretet Izrael fiainak tömegére, és csak azért választotta Mózes, hogy általa jobb legyen jó. Világos, hogy milyen problémára akar választ adni? Azt mondhatnánk, ugye úgy kezdtem az előző előadást, hogy azt mondtam, hogy legjobban a mai nyelvhasználattal úgy tudjuk jellemezni a vizsgált kérdést, hogy a kiválasztottságot minek tekintjük? Hardware kérdés, vagy szoftver kérdés? Ugye, vagy azért azt jelenti a kiválasztottság, azt jelenti a zgulá, hogy egy olyan szoftver fut, a zsidókon, értsd a Tóra szoftver, a zsidó kultúra, a zsidó irodalmi, kulturális, vallási hagyomány, ami megkülönbözteti őket, vagy egész egyszerűen egy olyan hardware, amit a többi cég hiába próbál olyan hardware-t hozni, mert van valami az alapanyagban, ami különböző. Természetesen ott picit sántít ez a dolog, hogy ez nem írja le egész pontosan az Ingen Hellohint, hiszen az Ingen Hellohinak az a lényege, hogy noha biológiailag öröklődik, mégis egy lelki tulajdonság. Itt van, szerintem van egy fogalmi ellentmondása abban, amit a Rabbi Judah Halevi mond. De hogy ez az alapvita, és egy első megközelítésben a hardware-software teljesen jó. Mit akar itt a Rabbi Judah Halevi mondani ebben a szövegben? Hogy? A zsidóság az? Az hardware kérdés és nem szoftver kérdés. Tehát direkt leszögezi, azt mondja, kérem, igen, van egy kitűnő programozó, aki a Mózes, igen, aki fölfedezi, hogy mi való a zsidó hardware-re, az örökkévalóval együttműködve megírja ezt a programot, de ez csak azért lehet lehetséges, mert olyan hardware-re lehet telepíteni ezt a szoftvert, ami más hardware-en nem tudna futni.
vagy nem ugyanolyan jól tudna futni. Tehát ez olyan, mintha direkt a Rabbi Judah Halevi alánk dolgozna, hogy ez a hardware-software felosztás működjön. Akkor milyen kérdést kéne most feltenni, ha én lennék Rabbi Judah Halevi? Na de... Be lehetett élni. Nagyon jó. Egész pontosan, te kit vagy a Rabbi Judah Halevi egy halahá követő ember, ezt nem fogja vitatni. Tehát ő is természetesen tudja azt, hogy a zsidó hagyomány, a zsidó jogrendszer lehetőséget ad arra, hogyha valaki nem zsidónak született, akkor is be tudjon térni és zsidóvá tudjon lenni. Azzal is teljesen tisztában van, hogy a zsidó jogrendszer az nagyjából megközelítően egyenlő státuszt biztosít a betérteknek, a született zsidókkal. A hangsúlyt én persze a megközelítően egyenlőre tenném, vannak akik azt szeretnék, hogy ez teljesen egyenlő legyen, nem van egy-két különbség, de ez most a mi szempontunkból lényegtelen, mert ennél sokkal nagyobb különbségről beszéltet, nem egy jogi különbségről lesz szó, hanem Rabbi Judah Halevi és az intellektuális bátorsága részéről az az, hogy egy olyan kontextusba helyezi, ahol egy betérővel beszélget a zsidó hagyomány képviselője. Tehát pont azt a kérdést teszik föl neki is, hogy na de akkor mi van velünk, akik nem születtünk, csak választottuk a zsidóságot, és a Rabbi Judah Halevi erre a következő választ adja a saját rendszerében teljesen következetesen. Igen? Ezáltal, mondjuk a betérés által, már jelentős lépésben közelebbi terület az istenséghez. De még mindezek után sem lesz a betért egyenlő született zsidóval, mert csak Izrael fiai érdemesek a potenciára, míg a betértek képességének tetőpontja az, hogy elfogadják Izrael Tóráját, és bár lehetnek jámból szádiszt, haszidit, és bölcsek, de profitát. Tehát teljesen, konzekvensen tartja magát a meggyőződéshez, azt mondja, igen, persze, lehet ebben előre lépni, lehet közelebb kerülni, de annyira közel azért mégse lehet kerülni, megmarad ez az Inyán Elohi, ez egy áthidalhatatlan szakadékot jelent a Rabbi Judah Halevi szerint a zsidó és a nem zsidó között, tehát azt mondja, hogy minden egyébre képesek, lehetnek jámborok, lehetnek bölcsek, de proféták nem lehetnek, mert profécia az valami emberfeletti képességet vár el az embertől, és pontosan ez az emberfeletti képesség, amit láttunk abban a mintában, hogy nála muszáj, hogy bejöjjön az ember és az angyal közé, ez az átmeneti, szinte angyali ága az emberiségnek, amit feltételez, hogy létezik. Na akkor megnézzük az ellenpontját. Megnézzük a Maimonidest, aki körülbelül ugyanabban a korban él, mint amikor a Rabbi Judah Halevi él. Tehát egy fiatalabb kortárs a Rabbi Judah Halevinek. Pontosan ugyanabban a kulturális környezetben nevelkedik. Ugyanannak a szellemi környezetnek a terméke, és tökéletesen ellenkező nézeteket van Rabbi Judah Halevivel a kiválasztottságról és az emberiség történetéről, a zsidó nép történetéről, és tényleg olyan, amit olvasni fogunk, minthogyha ellentétben, tudatosan Rabbi Judah Halevi ellenében fogalmazta volna meg a nézetei. Ahol kifejti ezeket a nézeteket, ezek a jogi munkája, a nagy jogi munkája, aminek az az előnye, hogy mind Maimonides nagy filozófiai munkáját, a tévegyék útmutatóján hát nagyon kevesen olvasták, pláne egészében nagyon kevesen olvasták, addig a normatív zsidóság számára irányadó az a Maimonidesnek a nagy jogi kódexe, a Misné Torá, az a 14 kötetes jogi mű, amiben lényegében összefoglal mindent, amit szerinte a saját korában a zsidóságról tudni lehet. Ennek a nagy jogi gyűjteménynek van egy bárványimádásra vonatkozó törvények
című része, amiben tulajdonképpen elmondja az intellektuális történetét az emberiségnek, és azt mondja, hogy az emberiség alapvetően, mint hogy Isten teremtette, Isten szolgáló volt, és egy intellektuális hiba révén kezdett meg a spirituális zuhanása az emberiségnek, ami egy hibás gyakorlathoz kapcsolódott. Azt gondolták, hogy mint ahogy a földi királyoknál, a tisztelet jele az, hogy az ember nem csak a király tiszteli, hanem a király képviselőit is tiszteli. Így az emberek azt feltételezték, hogy Istennel is így kell eljárni, Isten képviselői az égi testek, a természeti erők, és elkezdték azokat is tisztelni, eleinte annak tudatában, hogy Isten persze csak egy van, de idővel egy-két generáció alatt elterjedt a téves gyakorlat, a téves világnézethez vezetett a téves gyakorlat, és elkezdtek isteni vagy önálló erőt tulajdonítani az égi testeknek, a bolygóknak, a természeti erőknek, így született meg a bárványimádásnak a gyakorlata. Tehát a Maimonides az ugye azt feltételezi, hogy nem arról van szó, hogy van az emberiség egy részének egy innyen hellohia, egy ilyen belső tulajdonsága, kiválasztottsága, hanem azt feltételezi, hogy az emberek azok alapvetően egyenlően kezdték, egy ember teremtett Isten, tehát ott mindenki ugyanazzal a hardware-rel dolgozik, és ha hardware-ről szoftvert telepítünk, akkor az bizony megfertőzi az összes a hálózatban kapcsolódó gépet, és teljesen el tud felejtődni az egyisten hit. Ez is történik akkor egészen addig, amíg meg nem születik Ábrahám. Tehát míg Ábrahám a saját kitűnő képességei, spirituális képességei, Rabbi Judá Lévi szerint örökli az őseitől, addig az Ábrahám az nem örököl semmit, csak azt a kulturális környezetet, amelyre beleszületik, és ebben kell boldogulnia egy teljesen politeista környezetbe. És megnézzük, hogy hogyan mutatja be az Ábrahámnak a portréját. Itt a fordítás kivételesen nem az enyém lesz, hanem a Verő Tamás disszertációjából, aki egyébként akar utána olvasni, az töltse le a neten megtalálható, van egy külön fejezet, ami ezzel foglalkozik. Úgyhogy ezek onnan származó idézetek, a források. Mármint az Ábrahám, tehát jó, Ábrahámról van szó. Milyen út vezet el az örökkévalóhoz? Tessék? Nem hallom. A gondolkodás. Tehát intellektuális úton lehet eljutni. Yeah. Tehát ez mit feltételez? Ki juthat el az örökkévaló ismeretéhez? Bárki, akinek megvan a kellő intellektuális képessége. Tehát Ábrahám nem azért ismeri fel az örökkévalót, mert hordozza magában a zsidó gént, spirituális gént, isteni szikrát, az innyen Elohi. Az isteni szikra, amiben a Maimonides is hisz, az mi? Az az intellektus, ami megkülönbözteti az embert az élővilág többi tagjától. De a Maimonides szerint ez a lélek, az ész, a racionális képesség, ami minden ember számára adott, és nem pedig csak egy kiválasztott, biológiailag meghatározott embercsoportnak adott. Nézzük meg, hogy ez, igen? Nem csak a gondolkozás, de az igény is. Így van. A gondolkozás, az igény, pontosan, de ugye azt mondja, hogy ha intellektuális volt a hiba, tehát hogyha egy szoftver hiba okozta a problémát,
akkor egy jó programozó ki is tudja javítani ezt a szoftver hibát, amit észrevesz, hogy hiába tűnik a rendszer jól működőnek, valami mégis hibázik benne, és rájön elemzésen keresztül, egyébként a természettudományhoz fordít, a világ rendjét figyeli meg, Maimonides szerint Ábrahám, és a világ rendjéből jön rá, hogy az egy okra, az ősokra való visszavezetése a világ rendjének az lehet a megoldás, nem lehet annyi oka, mint amit feltételeznek a politeisták. És így jut el a monoteizmus gondolatához. Nézzük meg, hogy ez hogyan történik. Igen? Izrael hosszú időt töltött el Egyiptomban, és ismét eltanulták a magyar imádkozások adatait, kivéve Lévi törzsét, akik hülyek maradtak az atyák tanításaihoz. És Lévi törzse sosem lett állványokat. Hogyan folytatódik ezek szerint a zsidó történelem? Hogyan folytatódik a zsidó történelem? Mivel? Egyiptomi fogság? Keverednek. Hát pontosan, pontosan. Tehát ugye emlékszünk arra, hogy mit mondott a Rabbi Judá Léviről? Teljes spirituális fizikai gettó, nincs átjárás, nincs kölcsönhatás, Maimonides. Hosszú időt tölt el Egyiptomban, szoftverhiba, tehát van fertőzött szoftver a környéken, átterjed a mi szoftverünkre, átveszik a hibát, a bálványimádók cselekedeteit, eltanulják, megint el tud romlani, meg lehet fertőzni a hardware, kivéve a Lévi törzsét, akiknek jó erős a tűzfala, és az ő vírus védő programja az távol tartja azt, amit az összes többi velük biológiai összeköttetésben álló gép, az megfertőződik tőle. Épp ezért ugye van az, akik megint miért tudnak ők megúvva maradni a vírustól? Mert mi az indoklás? Azaz? Nem ment a szoftverre. Pontosan. Tehát nagyon vigyáztak az eredeti szoftverre, és nem mindenféle jogtalanul másolt verziókkal próbálkoztak, és épp ezért ők soha nem lettek bálványimádók. Ha ezt hangsúlyoz, ez mit jelent? Mi lett Izrael összes többi törzse Egyiptomban? Bálványimádó. Tehát azt mondja, hogy a kiválasztottság az nem egy olyan dolog, amit garantált, szöges ellentét a Rabbi Judá Halévinek. Azt mondja, ha nem vigyázol, akkor te is holnapra bálványimádó leszel, mert nagyon könnyű ebben megfertőződni. Ugye a kérdés, következő kérdés, hogy akkor hasonlítsuk össze, vajon konzekvens lesz-e azzal, amit a Mózesről mondani fog. Ugye azt láttuk, Rabbi Judá Lévi mit mondott a Mózesről, azt mondta, hogy hát a Mózes az egy fontos eszköz, de csak egy eszköz, aki a jó hardware-re rátelepíti az arra való szoftvert. Ehhez képest valaki vállalja? Azt látjuk, hogy elsősorban, ahogy az Ábrahám intellektuális képességeivel méltónak bizonyult arra, hogy megalapítson egy közösséget, így a Mózes megint csak intellektuális képességei miatt érdemessé válik arra, hogy minden proféták tanítójává legyen, a Mózes képessé válik megérteni az örökkévaló szavát, ezt jelenti, hogy profétává vált, és ezután ugye azért történik a kiválasztás, mert a Mózes profétává vált, tehát azáltal tudja elterjeszteni a tanítás, hogy ő maga egyenes kapcsolatba kerül a szoftver igazi gazdájával. De ez tanuláson keresztül történik. Ez utána mi az első dolog, amit csinál? Közösséget teremt,
És a parancsolatok azok arra szolgálnak, tehát az a tűzfal, ami megvédi a szoftver fertőzésektől, a vírusoktól megvédi őket. Tehát Mózes le tudja tölteni az eredeti szoftvert, rátelepíti a többiekre, de közben muszáj egy tűzfalat is építeni, pont azért, mert ez egy sérülékeny dolog, és semmi olyat nem mond a Mózes, amit látunk a Rabbi Judá Lévinél, hogy a gonoszakban lenne valami, ami mégis megvédi őket attól, Izrael gonosz fiait, hogy igazán gonoszak legyenek. Ő pont azzal számol, hogy igen, lehetséges ugyanolyan rosszá válni, épp ezért van szükség a parancsolatokra, mint védőeszközre. Akkor mi lesz megint a vizsga példán? Mit kell megnézni, hogy konzekvense a vagy sem? Betérés. Tehát mindig az a jó példa. Tehát ott ha valaki el akarja dönteni, hogy hol áll valaki ezen a skálán. Tehát ez a lakmuszpapír. Mindig ahogy a zsidó jogi diskurzus folyik, akkor végén mindig valaki fölket, ezért akkor hosszan beszél egy rabbi egy adott jogi kérdésnek, zsidó jogi kérdésnek a vonatkozásairól, és kifejti, mennyire bonyolult, és garantáltan a végén valaki jelentkezni fog, és megkérdezi akkor, hogy na de akkor ezt most szabad vagy tilos? Tehát kér egy elvágólagos választ. Ugyanezt szoktam én csinálni, amikor valaki a kiválasztottságról beszél, akkor a végén, igen, meghallgatom, figyelek, de a végén mindig megkérdezem, jó, akkor ezek szerint a betértek egyenlőek, vagy nem egyenlőek? Ezek szerint a betérte azt mondod, hogy lehet proféta, vagy azt mondod, hogy a betért nem lehet proféta? És ez egy nagyon jó módszer annak, hogy tényleg, hogy a víz és az olaj elváljon egymástól, ez a két teória olyan, aki erre azt fogja mondani, hogy igen, a betért lehet proféta, az megbízhatóan a majmonidészi hagyománynak a folytatója lényegét tekintve, aki erre megpróbálja elmismásolni, vagy határozottan nemet mond, az a Rabbi Judá Halévi iskolájának a folytatója. Tehát nézzük meg, hogy mit mond. Nem azért fogadjuk el Omárt és Záidot? Nem azért, nem fogadjuk el Omárt és Záidot, ez két arab név. Mert nem tartoznak Izrael népéhez, ahogy ezt a tömeg gondolja. A profétáknak a szavai tartalmától és nem a származásoktól függően hiszünk, vagy nem hiszünk. Mint látjuk, ez a levél a jemeni zsidóknak című episztolából született. A jemeni zsidóság mindmáig ragaszkodik a majmonidészi hagyományhoz. Majmonidész volt a számukra a végső szó a halakhában, a zsidó jogban, és egy erős messianisztikus mozgalom volt a korabeli Jemenben, ahol profétaként tüntették fel magukat egyes muzulmán térítők, és azt kérdezték a jemeni zsidók a majmonidésztől, hogy biztosak lehetnek abban, hogy ezek a csodatevő mágusok, művészek, ezek tényleg nem proféták-e. És a majmonidész ebben a helyzetben, ami egy válsághelyzet, ugye itt világos, hogyha majmonidész egy mai politikus lett volna, akkor az összes politikai tanácsadója azt mondta volna neki, hogy nehogy az igazi véleményedet mond, hanem mondd azt neki, hogy azért nem lehetnek igaz proféták, mert nem zsidók, és erről nem volt vidó, hogy ők nem zsidók, ő nem ezt az utat választja, hanem azt mondja, attól, hogy nem zsidók, attól még lehetnének proféták. A baj az azzal van, amit tanítanak, tehát nem törődünk azzal, amit láttunk, ami egy sokkal nehezebb dolog. Tehát hiába hozzá valaki gazdasági fellendülést, hiába csinál ilyet, akkor sem lesz én az ő politikai támogatója, hogyha az alapvető elvekben nem értünk egyet. Tehát ez a majmonidészi állítás. Lehet, hogy ezek csodákat csinálnak, nem tudom megmagyarázni, miért sikerül, ügyes bűvészek, szerencséjük van, mindez lehet, de kizárólag az számít egy proféta esetében, hogy amit mond, a szavainak a tartalma az megfelele a tórai hagyománynak, vagy nem felel meg. És amennyiben nem felel meg, akkor
tök mindegy, hogy zsidó az illető, vagy arab az illető, innentől kezdve világos, hogy az illető nem proféta, hanem sarlatán, mágus, akármicsoda, de biztosan nem proféta. Ez a profécia kérdése, és ha valaki úgy érezné, hogy még mindig további bizonyítékra szorul, akkor megnézzük a következő szöveget is, amelyben egy betért tesz föl kérdést a Maimonidésznek, és azt kérdezi, hogy vajon mondhatom-e én azt a főimában, azt a részt, ami úgy szól, hogy Istenünk és atyáink istene. Azt mondja, hát az én istenem igen. Mi istenünk, az én közösségem igen. De az én atyáimnak nem ő volt az istene. Van-e itt ellentmondás? Úgy kell mondanom, hogy Istenünk és Izrael atyáinak istene, vagy pedig mondhatom ugyanúgy, mint az összes többiek, és erre válaszol a Maimonidész. Olvasod esetleg? Levél Ovadjának a prozelitának. Mindenki, aki bármely nemzedékben betért, és hirdeti az örökkévaló nevének egységét, ahogy ez a Tórában meg van írva, Ábrahám ősatya tanítványainak és háza népe leszármazottjának tekintendő. Ott találjuk, hogy Ábrahám az apja minden olyan vérszerinti leszármazottjának, aki követi az útját, és tanítványainak is, akik a betértek. Ezért aztán úgy kell mondanod, hogy Istenünk és atyáink istene. Nincs különbség köztük és közted. És ne becsüld le a származásodat, mert ha mi Ábrahámtól, Izsáktól és Jákobtól származunk, akkor te attól, aki szólt, és szavára a világ létrejött. Jesajánál így van megírva egyértelműen. Ez azt mondja, hogy az örökkévalóé vagyok, emezt pedig Jákob nevéről neveztetik el. A betét azt mondja, hogy az örökkévalóé, és a zsidó pedig Jákobtól kapta a nevét. Maimonidész teljesen következetesen mit állít? Hogy nincs különbség. Nincs különbség, sőt, bizonyos értelemben... Ők közelebb vannak. Pontosan. Azt mondja, hogy minthogy ki az, aki igazán hasonlít Ábrahámra, tehát aki csak saját magától jutott el ide, az a betérő, szemben a zsidóval, aki befolyásol egy csomó családi, közösségi, egyéb tényezők, ami miatt úgy dönt, hogy ő folytatja tovább a hagyományt, de ha valaki betérő, akkor itt csak is kizárólag az örökkévaló iránti hűség, vagy az örökkévaló iránti elkötelezettség, ez a teljesen szabad választás a Maimonidészi fogalmakkal, tehát tulajdonképpen követendő prototípusként jelöli meg a betérőket. Zárójelben az intellektuális tisztesség kedvéért teszem hozzá, hogy ez nem jelenti azt, hogy jogi szempontból a Maimonidész törölni azokat a különbségeket, amelyek a halakában vannak a betértekre vonatkozóan. Én csak mondok egy példát, hogy például király nem lehet. Tehát épp úgy, mint ahogy az Amerikai Egyesült Államoknak az elnöke sem lehet valaki, aki nem az Amerikai Egyesült Államokban született, noha ez tök igazságtalan elvileg, ugye? Mert miért ne, ha ott egynapos korában érkezett, mi a különbség, de mégis ez egy ugyanilyen szabály. Ugyanígy úgy tűnik, hogy vagy ezzel párhuzamos az, hogy szinte minden lehet a betérő, de például király nem. És ezt nem változtatja meg a Maimonidész sem, mert ő azt mondja, hogy ez egy lényegtelen, ez egy jogi mellékkörülmény, nem ezen múlik, az intellektuál, nem azon a pozíció múlik, amit betölthet valaki egy társadalomban, tehát lehetséges egy olyan társadalmi diszkrimináció, ami ugyanakkor nem intellektuális diszkrimináció, és a Maimonidész azt mondja, hogy, vagy mondaná valószínűleg, hogy bárcsak ő ne lehetne a közösség vezetője, amit a demokratikus vezetőkkel szemben, vagy demokratikus rendszerben választott vezetőkkel szemben, akik
próbálják mindig ugye meggyőzni, hogy én vagyok a legalkalmasabb, a majmoni idősz boldogan átengedte volna a közösségi vezető szerepet, és foglalkozott volna csak az intellektuális kihívásokkal, és rendkívüli teherként élte meg azt, hogy a közösségben kénytelen volt vezető szerepet vállalni, mert nem volt más, aki ezt vigye. Tehát egészen másfajta politikai attitűdje is volt a majmoni idősznek. Gyorsan hasonlítsuk össze. Rabbi Judah Halevi szerint, ugye a zsidó-nem zsidó viszony, az egy ontológiai különbség. Az valami, ami alapvető, ez olyan, amiben születni kell. A Maimonides szerint ez egy társadalmi kulturális különbség. Történelem szemlélete, láttuk Rabbi Judah Halevinek teljességgel mitikus volt. Ez ugye arról volt szó, hogy egy ilyen szellemi, fizikai gettóban élnek Egyiptomban, Maimonidesnél ilyen szempontból teljesen realisztikus volt, azt mondja, hogy persze, hogy volt kölcsönhatás. Ugye ez a kiválóság, vagy a kiválasztottság kritériuma, ez Rabbi Judah Halevinél nem pusztán biológiai, hanem ez ennek a kombinációja. Tehát ez nem egy modern fajelmélet, senki össze ne keverje. Ez egy biológiai, spirituális fajelmélet, ami lényegesen különbözik attól, mint amit a modern fajelmélete. De bizonyos értelemben ez is tetszik, vagy nem tetszik, ez fajelméletnek tűnik. Intellektuális a különbség, a kiválóság, a kiválasztottság az egy intellektuális kategória Maimonides szerint. Ugye Rabbi Judah Halevinél a tömeg megítélése zsidó nép tömegei, ők azok annak, hogy a Mózes proféta lehet, Maimonidesnél fordítva, hogy önmagában a tömeg az olyan, mint Egyiptomban láttuk, állandóan eltévejedik, épp ezért ott a kiváló, a profétának van a döntő szerepe, mint ahogy itt ugye láttuk, hogy a proféta szerepe korlátozott, illetve a proféta szerepe eldöntő. A proféciának a kritériuma, azt is láttuk, hogy az a zsidó származás és intellektuális a kritérium a Maimonidesnél, tehát csak a bölcsesség, bárki lehet proféta, aki eljut az Isten ismerete egy adott szintjére. A Tóra és a nép viszonyánál ott egyértelmű, hogy ez a szoftver, ez futhatna bármilyen hardveren a Maimonidesnél, tehát a szoftver a fontosabb, a Tóra. Rabbi Judah Halevinél nem véletlen, hát előbb kell egy hardware, és utána tud ezen a szoftver futni, tehát ott a nép a fontosabb, és a betértek helyzete az bizonyos értelemben alacsonyabb rendű, és a Maimonidesnél intellektuális vagy spirituális minden egyéb szempontból kivéve a jogi szempont teljesen egyenrangúan. Azt gondolhatnánk, hogy ez aztán a középkorban véget ér ez a felosztás, és a kora újkorral vagy az újkorral kialakul egy konszenzus. Hát nem így van. Az első, akit a kora újkorból vizsgálni fogunk, az egyik első haszid rabbi, aki ebben a témában is megnyilatkozik, a lubovicsi haszidoknak, a Chabadnak az alter rebéje, az ős rebéje, tehát ő az, aki az alapítója a lubovicsi haszidizmusnak, a Liadiból származó Sneur Zalman rabbi, az úgynevezett alter rabbi. Nézzük a szöveget. Ez egy jó nehéz szöveg, ami megtalálható a zsidó.com-on, tehát ott utána lehet olvasni, van hozzá hanganyag is, mint fel fogom erre hívni a figyelmet a szövegben is. Időnként a fordítás picit pontatlannak tűnik, elég lényeges részekben. Ez csak ott van a előtetek alapon, ez diány nem lesz. Olvasj, Éva, olyan szépen olvasol, megbízhatóan. Snéhu Zálmán Miriádi által rebe tánja a közepesek körbe. A fent felvetett kérdésekre a magyarázatot annak alapján találjuk meg, amit Háim Vitál rabbi Sár Hakdusá című művében, valamint az Ész Háim 50. rész második fejezetében leír. Eszerint minden zsidó embernek, legyen az igaz ember vagy rossz ember, két lelke van, ahogy írva van, és én alkottam a lelkeket. Lelkek többes számban, ami azt sugallja, hogy minden zsidónak két lelke van.
az egyik külsődleges, ez a klipából eredő negatív előjelű burok. Itt megállunk egy pillanatra, mert ez nyilván nagyon dióhéjban tudom itt csak elmagyarázni a kabbalisztikus világszemléletet. Úgy osztják föl tulajdonképpen a világra ható istenség jelenlétét az univerzumban, hogy van egy mag, és van egy klipá, ami szó szerint héjat jelent, vagy burkot jelent, és körülvesz minden spirituális létezőt, körülvesz egy ilyen burok, ami az istenség különböző energia kisugárzásából származik. Nyilván ők ezt nem energia kisugárzásáról beszélnek, csak így tudom a legegyszerűbben lefordítani. Tehát van ez a klipákat tekintsük úgy, hogy az isteni régió, ahol van egy mag és van egy héj. Egyértelműen a maga fontosabb, de a héjnak is van hatása. Tehát az állítása a következő, a zsidók lelke ezek közül a különböző spirituális tényezőkből, a klipákból, azok közül származnak, amelyben van jó és rossz. Ez a vérben jut kifejezésre, ami a testet élteti, ahogy írva van, mert a test lelke a vérben van. Ebből származik az ember összes rossz tulajdonsága, amelyek ennek a léleknek a négy negatív elemében található. A dű és a büszkeség, amelyek a tűzből erednek. Ugye ezek a négy alapelem, amire épül az egész ókori és középkori fizika, ennek a feltételezésére, hogy minden megmagyarázható négy alapelemből. Igen? Tehát a dű és a büszkeség, amelyek a tűzből erednek, amelynek a tulajdonsága, hogy felfelé törekszik. Az élvezetek hajhászása a vízből ered, mert minden élvezeti cikk a víz által nő és terem. A kicsapongás, a gúny, a dicsekvés és a locsogás levegő hozta tulajdonságok, míg a lustaság és gúskomorság a por terméke. A zsidóknál azonban bizonyos velük született jó tulajdonságok, mint például a könyörületesség és a szívélyesség szintén ebből a külső burokszerű lélekből származnak, mivel a zsidóknál ez a lélek a nogá burokból ered. Ez az elnevezése ennek, mint egy bolygónak lenne a neve, igen. Amelyben van jó is, és ennek titka a tudás fájában keresendő, amelyben jó és rossz is volt egyszerre. Jó, tehát ugye látjuk, hogy azt mondja, hogy a zsidókkal velük születik egy olyan dupla lélek, amely jó és rossz tulajdonságokat egyaránt hordoz. Miért? Mert a spirituális univerzumnak ebből a Noga nevű klipájából, ebből az energiaforrásból származik. Ezzel szemben a bálványimádó pogány népek, valójában a világ népei, lelke abból a három tisztátalan burokból származik, amelyekben semmi jó sincs, ahogy ezt az Éc Háim című kabbalisztikus mű kifejti. Mindazt a jót, amit a pogány népek tesznek, a saját önös érdekükben teszik. Megállunk, itt van ugye ez, ami a fordításban mondtam, hogy lényeges pontokon eltér. Itt a kifejezés, ez az Umot Haolam, tehát ez a világ népeit jelenti, nincs ilyen distinkció, mint amit ő tesz, hogy ugye lehetne azt gondolni, hogy a bálványimádó pogány népek. Tehát persze igaz, a hipotézise az, hogy mindenki más, aki nem zsidó, tehát aki nem Izrael vallásához tartozik, az bálványimádó és pogány. De hogy itt tudatosan, felteszem, hogy tudatosan finomított ezen az orvos, a fordító. Tehát, hogyha a keresztény olvasó rátéved, akkor ő ugye magát nem fogja pogánynak tekinteni, tehát úgy érezze, hogy ez rá nem vonatkozik, de hogy nem vonatkozik. Tehát a lubovicsi ős rebe abszolút azt gondolja, hogy más spirituális univerzumból származik a lelke a zsidóknak és a nem zsidóknak.
Tehát ő Rabbi Júda Halévinek az iskolájához tartozik, és nem a Maimonidésznek az iskolájához tartozik ebben a kérdésben. A zsidó másik lelke valóságban része az Istennek. Pontosan a magasságos Isten része, téglegesen. Tehát, hogy úgy van, tehát ez a zsidó másik lelke a magasságos Isten része, ténylegesen. Tehát szó szerinti értelemben. Ezt nem tudom pontosan, hogy ez mit jelent, mire emlékeztet ez minket. Nyilván minden haszid azt mondaná, hogy ugyan már ez rossz asszociáció, de ettől függetlenül mi jut ebből az eszünkre, hogy hordoz az ember magában egy olyan összetevőt, ami isteni összetevő. Melyik vallás jutatja ez az eszünkbe? Hát ez a kereszténység, ugye? Tehát ahol az ember és az Isten találkozása lehetségessé vált egy adott ember testében. Nyilván mondom, azonnal visszautasítanák, hogy ez egészen más, de hát ez a különbség, hogyha valaki belülről nézi, vagy ha kívülről nézi. Én ugye a haszidizmus kívülről nézem kutatóként, és semmi közöm hozzájuk, tehát világosnak tűnik nekem, hogy ez ugyanaz a paradigma, ami megjelenik annál. Tehát vagy lehetséges emberi és isteni között a találkozás, vagy nem lehetséges. Ha lehetséges, akkor ők egy kategóriába tartoznak, akik azt mondják, hogy lehetséges, és azok, akik azt mondják, hogy ez nem lehetséges, azok pedig egy másik kategóriába tartoznak vallási szempontból. Persze. Hogy a három tisztán alapuló, dehogy nem ezt mondja. Ő csak azt mondja, hogy ez a spirituális valóság, ez azt jelenti, hogy az ő lelküknek a tulajdonságai, mondja, ez egy misztikus szöveg, tehát nem nehéz ezt lefordítani a mi hétköznapi nyelvünk, hogy nem azt akarja mondani, hogy ők nem lehetnek egyáltalán jók, és nem csinálhatnak jók. Csak ugyanaz, amit a Rabbi Júda Halévi is mond, hogy igen, lehetnek nagyon jók, nagyon törekedhetnek, nagyon magasra juthatnak a spirituális, intellektuális létre, de mégis lesz egy alapvető különbség, ami elválasztja őket. Tehát igazán teljesen jók nem tudnak, 100%-osan, csak 99,9%-ig tudnak jók lenni, és ott marad ez az egy alapvető különbség. Ez nagyon jó, hogy erre rámutat, mert ő, tehát azt mondja, hogy egyszerűen hát más helyről származik. Tehát ez a hardware, ez a spirituális energiák hardware a különbség a kettő között. Itt az van írva, hogy amelyekben semmi jó nincs. Igen, de ne felejtsd el, ez amit mindig mondok, hogy nem ismerek jobb módszert annál, mint hogy hozunk kiragadott részeket és ott szövegrészeket. Ahhoz, hogy az egész tányát végigolvasuk, az egy kurzus lenne. Itt muszáj lesz abban bíznod, amit én mondok, hogy az összes írásának az ismerete, az egész haszidizmusnak az ismerete, az arra tanít minket, hogy nem azt vitatják, hogy a nem zsidók meg csinálhatnának jók, meg ne lehetnének jó tulajdonságai, hanem ez csak a végső kérdésben, tehát az utolsó szinten van csak az igazi vita, ez olyan szinten tagadná a mindennapi tapasztalatunkat, amit természetesen, vagy én legalábbis nem ismerek senkit, aki a zsidó hagyományban ilyet állítana. Ez a vita, ez egy elméleti vita. Tehát gyakorlatban minden zsidó irányzat egyet szokott abban érteni, hogy a nem zsidók csinálhatnak jó dolgokat, lehetnek sokkal okosabbak, mint egyes zsidók, tehát az egyén szintén. Csak ez, amikor eljutunk a spirituális kérdések megvitatásához, akkor ott a végső ponton, ott lesz, ezért mondom, hogy ez a lakmuszpapír, tessék megkérdezni, lehet-e proféta nem zsidó, és a betért lehet-e proféta. És ott tényleg elválik egymástól a két iskola, de erre persze nem szeretnek általában nyilvánosan válaszolni erre a kérdésre, és igyekeznek kitérni ez alól, ami érthető, mert ez a korszellemmel nagyon nehezen összeegyeztethető. És csak azt akartam mondani, hogy és nem az emberekre mondja, hogy azokban az emberekkel semmi nincs, hanem az ő másik burokból számozik, amiből nem kapták meg azt. Pontosan, ami szerintem önmagában azért nagyon szörnyű gondolat. Tehát azt mondani, hogy az ő lelkük, de persze, hogy nem azt mondja, ő is elismeri, hogy amit idéz, az is azt mondja, persze, hogy vannak jó cselekedeteik, jó tulajdonságok, csak ez azért mégsem az igazi. Pont azért, mert hogy egy másik burokból származik, hát nem tehetnek róla szegényen, de ez a másik burok ott van.
És összeköti a testtel a véren keresztül. És összeköti a testtel a véren keresztül. Tehát szerintem ott van ebben a nagyon, nagyon, ahogy mondod, kínos, azt mondtad? Zűrös. Zűrös is, meg kínos is. Tehát igen, ez szerintem is egy nagyon zűrös összekapcsolás, mert nem úgy gondolkodnak, ahogy mi. Tehát nem ez a fajta dichotómia van, hogy valami vagy biológiai, vagy nem biológiai, hanem ez a kettő nem válik náluk élesen szét. Tehát nem tudjuk, ezért mondom, hogy az hazugság lenne, tehát az rossz indulatú hazugság lenne azt mondani, hogy a haszidok a modern értelembe vett rasszisták, mert nem a modern értelembe vett rasszisták, vagy ha azok, akkor nem azért, mert a haszidizmus ezt sugallja. De egyszerűen nincs más szavunk arra, hogy leírjuk a kabalából tanult haszid világfelfogást, mint hogy ez egy bizonyos fajta spirituális fajelmélet. Ez a legjobb, amit tudok rá mondani. Valaki talál egyszer ennél egy jobb kifejezést, akkor én nagyon fogok örülni neki, de hát ez mégiscsak van egy biológiai eleme annak, ami tulajdonképpen egy spirituális tulajdonsága bizonyos egyedeknek, amit ők feltételeznek. Tehát, hogy itt keveredik, tényleg zűrös, igen. Mit jelent az, hogy közepesek könyve? Van ennek közepesek? Ne, ebben most nem menjünk bele, ne haragudj, ez... Jó, nincs, a mi nincs szempont... Köze, nincs köze. Nincs köze. Ehhez nincs köze. Na, akkor lépjünk tovább a modern korra, és itt nézzünk egy olyan kört, akikhez én személy szerint bizonyos értelemben sokkal közelebb állok, mint a haszidokhoz, akikről nem is rejtem véka alá, hogy az őket tőlem elválasztó világ az nagyon jelentős. A modern vallásos cionizmus, ami persze szintén egy nagyon összetett világ, és amiben nagyon különböző irányzatok férnek meg egymás mellett, de ők azért fontosak, mert a mai Izrael és ezen keresztül az egész diaszpora zsidóság szellemi világát erősen befolyásolják, az atya ennek a gondolatnak, vagy ennek az iskolának az a rabbi Abraham Yitzhak Kuk, Izrael első főrabbia volt, még az állam megalakulása előtt, és tőle származik, ő a szellemi szülője az egész telepes mozgalomnak, akiket hát ismerünk a hírekből, meg az izraeli politikából. A Rav Kukféle irányvonal azt hangsúlyozza, hogy Izrael és a népek között áthidalhatatlan a különbség. Tehát viszi tovább a Rabbi Judah Halevi, a Kabbala, a haszidizmus tanításaiból származó gondolatot, hogy a zsidók azok spirituális értelemben a tisztaság és a szentség világából származnak, és épp ezért olyan kategóriákat alkalmaznak részben, egy bizonyos időszakban, ma már sokkal kevésbé, de egy bizonyos időszakában, főleg 67-73 után Izrael államra is, hogy az isteni megtestesülése a Földön, amelyek mind a zsidó misztikából kölcsönzött, és a zsidó mindennapi valóságra alkalmazott fogalmak. Tehát ez egy nagyon veszélyes játék. Rav Kuk fia, Rav Tzvi Juda, aki az apjának a misztikus költészet nyelvén megírt írásait és gondolatait lefordította a hétköznapi aktuál politika nyelvére, ami egy hatalmas löketet adott a vallásos szionista társadalomnak Izraelben, de hatalmas ára is volt, és az eredetileg sokkal több értelmű szövegeket leegyszerűsítette, és meghatározta a jelentésüket, és ezzel tulajdonképpen egy politikai ideológiává tette őket. Nézzük meg az egyik tanítványát, nem az apának, hanem a fiának, tehát nem a Rav Avraham Yitzhak Kuknak, hanem a fiának, a Rav Tzvi Judának, az egyik tanítványát, aki egy nagyon sokoldalú és nagyon ambivalens jelenség az izraeli politikának, bizonyos kérdésekben megdöbbentően nyitott és rugalmas, más kérdésekben egészen merev, nézzük meg azt, hogy ő mit mond Izrael kiválasztottságáról. Nem azért vagyunk kiválasztott,
Zgulá nép, mert a Tórát kaptuk, hanem azért kaptuk a Tórát, mert mi vagyunk a kiválasztott nép. Azért, mert a Tóra nagyon is illik a belső természetünkhöz. E népnek különleges isteni jellem van. Ha a rasszizmus azt jelenti, hogy különbözőek és magasabb rendűek, jónim vagyunk más népeknél, és ezért áldást hozunk rájuk, akkor elismerjük, hogy különbözünk más népektől, nem a bőrünk színében, hanem az isteni lelki természetünkben. A Tóra a belső tartalmunk leírása. Hol áll végső soron? Hardware vagy szoftver? Hát egyértelműen hardware. Ugye ez is olyan, ami kifejezetten egyértelmű, sítő szándékkal írott írása részéről. Nem azért vagyunk kiválasztott nép, mert a Tórát kaptuk, hanem azért kaptuk a Tórát, tehát a hardware teszi lehetővé, hogy ez a szoftver fusson. Van benne egy ilyen finomító, enyhítő megjegyzés, hogy ugye azt mondja, ha rasszizmus azt jelenti, hogy különbözőek és magasabb rendűek vagyunk más népeknél, és ezért áldást hozunk rájuk, tehát hogy az ő javukra vagyunk magasabb rendűek, és ugye ez az eljönim, ez magasabb rendű, ez nem lehet máshoz fordítani szerintem, és különbözőek, akkor tehát az ő érdekükben vagyunk jobbak náluk, ezt mondja, ami, mert hangsúlyozni akar, hogy ez nem valaki ellenében, de hát akkor is azt mondja, hogy hát az isteni természetünknek megfelelően mi egyszerűen ilyenek vagyunk. Ami megint félretés nehézség, hogy nem azt mondja, hogy az egyéni zsidó jobb az egyéni nem zsidónál, ilyen hülyeséget soha nem mondaná rá a finnel. De azt mondja, hogy a végső soron, ha visszamegyünk a spirituális, a tényleg a metafizikai különbségre a zsidó és a nem zsidó között, akkor ő azt fogja mondani, hogy itt találunk egy metafizikai különbséget. Van valami a fizikai léten túlmutató különbség. Ugye ezt is hangsúlyozza, nem a bőrszínünkben, hanem az isteni lelki természetünkben különbözünk tőlük, de azt mondja, hogy van egy ilyen tényező, ami az alapvető különbözést jelenti. Ralph Schlomo Aviner az máig az egyik legmeghatározóbb gondolkodó ezekben a körökben, a telepes körökben. Mondok egy analógiát, hogy miért gondolom, hogy ez egy mentési, szép mentési kísérlet, de rossz mentés, alapvetően elhibázott mentési kísérlet. Ugyanő, amikor megkérdezték tőle, hogy hogy lehet az az áldás, hogy kell érteni azt az áldást, hogy amit a reggeli imában elmondunk minden reggel, hogy áldassál te örökké való Istenünk, aki nem teremtett minket nőnek, és ehelyett a nők azt mondják, hogy aki olyannak teremtett minket, aki akarata szerint teremtett minket, és az Aviner, Ralph Aviner egy, nem az ő gondolata, de elegánsan nyúl vissza egy korábbi forráshoz, és azt mondja, hogy nem az akarata szerint, hanem olyannak teremtett minket, mint az akarata. Tehát azt mondja, hogy a nők magasabb rendűek a férfiaknál, abban az értelemben, hogy természetesen közelebb állnak az örökkévalóhoz, tehát kevesebb parancsolatra van szükség. Tehát ugye ez ugyanolyan mentési kísérlet, mint ez. Vagy feltételezem azt, hogy a férfiak és a nők között van valami alapvető metafizikai különbség, vagy tagadom ezt. Amiből természetesen elismerhetem, hogy vannak biológiai különbségek, vannak társadalmi különbségek, mindenféle, de hogy a lényegét tekintve ember-ember, és nem tudok különbséget tenni, vagy feltételezem azt, hogy az egyik a másiknál magasabb rendű, és akkor engem onnantól kezdve nem érdekel, hogy ki a magasabb rendű. Tehát tök mindegy, hogy azt feltételezem, hogy a nők magasabb rendűek, vagy a férfiak magasabb rendűek, azt feltételezem, hogy a nem zsidók magasabb rendűek, vagy a zsidók magasabb rendűek. A lényegi kérdés az, hogy elfogadom a magasabb rendűségnek a tanítását, közösségi, biológiai szinten, vagy nem fogadom el. És aki nem fogadja el, az más kategóriába tartozik, mint aki elfogadja. Természetesen úgy kerek a kép, hogy neki is hozzam az abszolút tudatos ellenpontját, professzor Jesajáhu Leibovicsot, aki Izrael államnak talán a legizgalmasabb és egyik legprovokatívabb gondolkodója volt egy
foglalkozását tekintve természettudós, de zsidó filozófiát is tanított és ír, aki alapvetően kritizálta Rav Kook és a Rabbi Judah Halevi és a haszidizmus és a kabbala és a Shlomo Alviner felfogását, és azt mondta, hogy az alap probléma ezzel az értékszemlélet. Azt mondja ugyanis, hogy ha a kiválasztottság az a valóság, a biológiai valóságnak egy ténye, ami természetes módon öröklődik, akkor értékek szempontjából ez teljességgel jelentéktelen. Ha valaki Supermannek született, akkor szerencséje van, de azt mondani, hogy erre ő büszke lehet, hogy ő a Superman, hát erre ő nem lehet büszke, mert egyszerűen ugyanúgy él a saját adottságaival, mint ahogy a nem Supermanek élnek a saját adottságuktól. Tehát a Leibovics azt mondja, értéke értékszempontból csak annak lehet, ami nem a születésünktől fogva van, hanem ami az akarat és az erőfeszítésnek a gyümölcse. Ebben aztán nagyon radikális a Leibovics, nem jelenti azt, hogy én mindenben egyetértenék vele, de azt mondja, hogy csak a harcnak van értéke, azaz annak, hogy törekszünk rá, hogy kiválasztott nép legyünk, hogyha ez egy tény lenne, és ebbe beleszülettünk volna, és bármit csinálunk azok lennék, akkor ez rögtön átkerült volna a tények világából, és kikerült volna az értéke világából. Épp ezért felhívja arra a figyelmet, hogyha valaki arra büszke, hogy ő képes megírni egy számítógép programot, míg egy alacsonyabb IQ-val rendelkező ember, vagy egy gorilla erre képtelen, akkor hát ugye nagyon nehéz erre azt mondani, hogy hát igen, értem a büszkeségedet, ez inkább tűnik fennhéjázásnak és nagyképüsködésnek, hiszen nem azért képes, mert ő valami pluszat tett, hanem azért, mert eleve sokkal magasabbról indult. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy alapvető különbség van zsidó és nem zsidó között, akkor épp a kiválasztottság értékét csökkenti ezzel, és a kiválasztottság hát elveszíti a jelentését, tehát akkor azt jelenti, hogy kiválasztottál a különböző majmok közül, és most ennek örülünk. Tehát ugye itt ezzel van egy paradoxon ennek a tanításnak. Fogalmi kritikája Leibovicsnak, azt mondja, hogy nem fogadja el annak a lehetőségét, hogy a misztikus kategóriákat, amik a spirituális világra vonatkoznak, összekeverjék olyan reális kategóriákkal, mint a biológia. Épp ezért, azt mondja, hogy ez a süketek párbeszéde, mert ők azt mondják, hogy ez egy biológiai tulajdonság, ez egy spirituális tulajdonság, ami biológiai módon öröklődik, a Leibovics pedig azt mondja, hogy ilyen nincs. Nincsenek. Biológiai úton biológiai tulajdonságok öröklődnek. Ha nem ugyanazt ezt a nyelvet beszéljük, akkor fölösleges beszélgetnünk, mondani akartál? Igen. Azt, hogy van egy érdekes ilyen dichotómiája ennek a mai előadásodnak, ami szerintem a te egyéb más elgondolásaiddal ellentmondásban van, és történelmi is, ugye, hogy így ketté van választva az ember biológiai léte, az intellektuálistól, és ugye az a táblázat, az pont ezt tükrözi, és hogy te is ugyanezt folytatod, tehát hogy attól nagyon irtózunk, hogy az intellektuális tulajdonságaitat összekössük a biológiaival, pedig ugye a 21. század agykutatása pont, az pont ebbe az irányba megy, hogy ezeket nem tudjuk így elkülöníteni, és ugye a pszichológiában is van egy ennek egy az egyben megfeleltethető kérdés, ami már több mint egy évszázada egy kérdés, ugye ez a nature versus nurture, és azt se tudták így szétválasztani. Tehát ez a két álláspont, ez a tudomány mai állása szerint nem szétválasztható így, mert az intellektuális létezésünket nagyon nagyban meghatározza a biológiai. Ebben teljesen igazad van, csak azt felejted el, hogy ennek az előadásnak nem az a címe, hogy Balázs Gábor álláspontja a kiválasztottságban, hanem ez a kiválasztottság. De hát ők ebben a dichotómiában gondolkodtak. Tehát most kérjem számon a Leibovicson, aki meghalt 94-ben, 91 évesen, hogy nem ismerte a 2010-es éveknek a szakirodalmát az agykutatásról? Na nem, de úgy tudom bemutatni, ahogy ők gondolkodtak, és nekem az a feladatom, hogy
azt mutassa be, hogy ők egy dikotomikus rendszerben gondolkodtak. Ők mind feltételezték azt, amit én már jeleztem, hogy korábban én erről beszéltem, hogy egyáltalán nem feltétlenül értek egyet az egész alapkoncepcióval, amikor a lélekről volt szó, és az evolúciónak miért, tehát hogy az evolúció miért a lélek fogalmának jelenti a legnagyobb kihívás. Én ott jeleztem ezt, itt történelmi szempontból nekem muszáj feltételeznem a dichotómiát, mert ők is ebben a dichotómiában vannak. Hát igen, csak így, ahogy ez a kettő föl van vezetve, így mind a kettő hamis, és mégis valahogy... Persze. Igen, tehát mind a kettő túlhaladott, egyik sem összeegyeztethető a modern ideg tudománnyal. Tehát persze, de ennél sokkal nagyobb a probléma, mint ezt a lélek fogalmánál jeleztem. Tehát ott van az igazi probléma, hogy az a hipotézise tűnik nagyon könnyen támadhatónak és nagyon erősen ellenezhetőnek a monoteista vallásoknak, ugye iszlám, kereszténység, zsidóság, liberalizmus, tehát ezeknek mind ezek egy kategóriába tartoznak, az, hogy az embert alapvetően különbözőnek tekintsük az állati, az állattól. Tehát itt az igazi nagy probléma, de most nem ez a téma, hanem a történelmi bemutatása ennek a kiválasztottság kapcsán, és ott is előkerülnek ezek a kérdések, hát ezért foglalkozunk ezzel, hogy a 21. században mik a legnagyobb kihívások a zsidó teológia számára. Azt gondolom, hogy a kortárs agykutatás és idegkutatásnak az eredményei, azok óriási kihívást jelentenek, de nem csak a zsidóság, ugyanakkor a kihívást jelentenek a liberalizmus számára is. Tehát, hogy ezek mind a 18. századi ontológiára vagy antropológiára épülő vallásoknak, ez mind óriási nehézséget jelent, hogy egy inkább más gondolunk az emberi természetről, mint amit akkor gondoltak. Visszatérve a Leibovichoz, a Leibovich vallási filozófiai szempontból használja a Tórának azt a részét, amikor a Korah és társasága föllázadnak Mózes ellen, Mózes 4. könyvében, és azt mondja, hogy az alapvető filozófiai különbség az a két iskola között, hogy a Korah, és ez persze a Leibovich részéről egy elegáns, de ugyanakkor kicsit kevéssé elegáns húzás, retorikai húzás, azt mondja, a Korah felfogásának a lényege az, hogy a szentség egy velünk született tulajdonsága. Mózes felfogásának a lényege az, hogy a szentség egy feladat, ami egy parancs, legyetek szentek. Tehát ugye ő úgy állítja be a Leibovich, hogy az egyik egyértelmű minden vallásos zsidó a Mózessel szeretne azonosulni, és senki sem a Korahhal, tehát a saját álláspontját azonosítja a mózesi állásponttal, és a vitapartner álláspontját azonosítja a Korahhal, ami egy retorikai elem, de logikus, és pont ezért fogom mutatni mindjárt az ellentétét is, hogy ugyanúgy használhatja ezt a másik tábort. Igen? A tórai vers, megszenteltettetek és szentek legyetek, parancsoló módban íródott. Szemben Korah, Rabbi Judah Halevi, a Maharal és Rav Kook felfogásával, amely azt mondja, az egész közösség szent. Azt mondja, kérem, itt a különbség. Vagy a kiválasztottság egy feladat, és nem egy tény, hanem egy törekvés, egy cél, vagy ez egy olyan felfogás, hogy ez egy biológiai tény, megváltoztathatatlan. Hogyan használta? Tehát ez is olyan, ami a Rav Kook használt, hogy nem tudott vitatkozni a Leibovichsal, valószínűleg a Leibovich vitatkozik itt a Rav Kookkal. Nem tudom, hogy ezt a részletet pont ismerte a Rav Kooktól, de olyan, mintha direkt ennek ellenében mondaná a Rav Kook, hogy? A minden népeknek szóló kiáltás, ti mind szentek vagytok, ez az emberi kórhasság. Így van. Tehát, hogy ő azt mondja, hogy igazából az univerzalista szemlélet az egy alapvető félreértésen alapul, aki az emberiség egységességét feltételezi minden szempontból, és ő ezzel azonosítja a Korahot, hogy a Korah nem a kiválasztottságról beszél, tehát ő azt mondja, hogy ő is ugyanezt csinálja, én vagyok a Mózes folytatója, akik az univerzalisták, akik nem hajlandóak elfogadni azt, hogy van egy alapvető különbség,
az Izrael népe és a népek között azok a korrásnak a képviselői, ami nagyon jól mutatja, hogy ugyanaz a retorikai eszköz bármelyik, ugye bármelyik filozófiai irányzatot szolgálhatja, és mindenki a saját értelmezésének megfelelően magyarázza a Mózes és a Korrás történetét, mindenki a Mózessel azonosul, és egymással tökéletesen összeegyeztethetetlen tanítások férnek meg egymás mellett a zsidó hagyományban, szinte mindenről, de különösképpen a kiválasztottságról. Tehát én tényleg csak azt tudom erről mondani, hogy soha ne higgyétek el, hogyha valaki arról próbál meggyőzni titeket, hogy a kiválasztottságnak van egy helyes értelmezése a zsidó hagyományban, hanem azt kell tudomásul venni, hogy nincs egy tanítás, hanem különböző tanítások, és amikor választjuk az egyik értelmezést, az a mi felelősségünk, ha van egyáltalán emberi felelősség, teszem hozzá a zárójel, de ha van emberi felelősség, akkor a mi felelősségünk, hogy mit választunk, és nem mondhatjuk azt, hogy a zsidó hagyomány nem ad teret egy másik választásnak, mert itt van előttünk a példa, hogy de bizony teret ad neki. Innen fogjuk folytatni valami egész mással, két hét múlva.